előestén vagyunk. Nem tudom, hogy ez hol fog jönni a blogba, igazából. Semmiről fogalmam nincsen. Van vlog. Nyilván tudjátok már, hogy miről van szó, de a lényeg az, hogy ma voltam a Kulcsért, és ahogy hazajöttem, még az utolsó pillanatos SOS pakolásba belekezdtünk Sanyival. Segített nekem szétszedni a bútorokat, lecuccolni dobozokat, szatyrokat, minden ilyen szarságot, és holnap délelőtt érkeznek a költöztetők, akik a bútorokat fogják remélhetőleg lepakolni és felpakolni, ugyanis az eddigi költözések után, főleg így a legutolsónál Sanyival, megfogadtuk, hogy még egyszer nem. Ilyet többet biztos nem, úgyhogy jönnek a költöztetők, és holnap egyébként március 15-e van, és végre visszaköltözök Pestre. Én nagyon örülök neki, viszont ők még jobban örülnek, hogy elmegyek itt arra. De igen, csak szerettem volna ezt így dokumentálni, hogy itt vagyunk, ez történik. Full káosz egyébként, azért nézelődök ennyire körbe, mert minden darabokban, romokban, úgy érzem egyébként, hogy megvagyunk. Remélhetőleg. Viszont azt hozzátenném, oké, gyors ketchup. Itt Hódmezővásárhelyen úgy vagyunk, lakunk, hogy édesanyja, tehát a mi házunk, meg nagymama háza egymás mellett van, kerítés nélkül, ilyen nagyon kertvárosiasba. És most nagymamánál vagyunk, itt volt a nagyja cuccom, itt volt stúdió berendezve. Bútorok. Igen, nem mint hogy használtam volna, de mindegy, a lényeget értitek. És mivel az ágyat végül nem hoztuk át, és nem itt aludtam, így ugye otthon is van egy csomó cucc, édesanyjánál. Na ott én még semmit nem pakoltam, de így mondjuk dupla nullát, úgyhogy... 11 van. Ezt még most fogom elkezdeni, de itt, nagymamánál 95%-ra megvan minden. Igen. Úgyhogy ennyi a helyzet. Holnap folytatjuk valószínűleg, vagy hogyha otthon tudok valamit felvenni nektek, akkor veszek. Egyébként meg holnap találkozunk. Feszítesz? Szóval! Egyébként annyira rossz, mert... Sziasztok! Olyan régen videóztam, hogy úgy érzem, hogy be kellene mutatkoznom, hogy ki vagyok. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és itt van velem Sanyi. Nagyon rossz idő van, szakad az eső. Autópályán vagy nem tudom, hogy mit hallottok belőlem. A lényeg annyi, hogy elindultunk Pestre. Nem videóztam a pakolás részt, ugyanis aktívan segítettünk. És megvan minden. Látjátok mondjuk, hogy itt is van még mögöttünk egy kevés cucc. Elindultunk, remélem, hogy eláll az eső, amíg elérünk. Otthon másfél óra volt bepakolni, nem tudom, hogy bent mennyi lesz. Egy kicsit félek tőle, de meg lesz. Ugye? Jó lesz, király lesz, szuper lesz. Megoldjuk. Jó, gyorsan megálltál. 2 perce sincs, hogy mondtam Sanyinak, hogy azért örülnék, hogyha elkerülnék a... Mi ez? Teherautót, nem tudok beszélni. És ebbe a pillanatban erőszük el őket. És éppen elhagytuk Kecskemétet, úgyhogy egy órán belül szerintem már bőven a lakásnál kellene lennünk. Bőven előttünk fogunk odaérni, ami nekem nagyon megnyugtató. Ennyi volt az április, mehetünk tovább. Mennyi ajtó? Wow. Itt táncolni lehet, bazd meg. Right? Oh. Kóra jó. Most, hogy nálam van, már fekvőbe vagytok. Ó, bocsi. Ott a kocsi. Kinda cute, right? Ugye? Totál!
üresek vagyunk még egyébként. Ez itt a nappali, megpróbálom ezt nektek így megmutatni. Lehet, hogy így jobban látjátok egy kicsit. Ez a nappali. Nem sokára be lesz pakolva, úgyhogy úgyis meg tudjátok nézni. Itt a kis konyha. Pár dolgot már hoztam tegnap, ezeket felhoztam. Majd részletesebben megmutatom, de körülbelül így néz ki. Kis fürdő. Itt a háló. Ahonnan a cipedellát lehet látni. Este, amikor ki van világítva, nagyon cuki. És ha minden igaz, akkor befér az összes gardrób szekrény. Kényelmesen. Majd meglátjuk, de elméletileg jónak kellene lennie. Azt mondd el nekem. És sok akkor ajtó. Sok ajtó. Van kamrám, jaha, ami Dórinak az volt az első, hogy utál és kamra irigy. Van egy WC, amit nem hiszem, hogy meg kell mutatni. És akkor ez lesz a stúdió. És akkor ott lesz elméletileg a kis íróasztal, ide meg lesz bepakolva a sminkes asztal, és akkor így fénnyel szembe, ablakkal szembe, és akkor majd ide kell valamit berendezni, hogy cukina az legyen a háttér. A videó szoba. A videó szoba. Jöjjön egy gyors update. Most értünk vissza a Bubblesból, ugyanis láttuk a legjobbnak, hogy lehúztuk a kanapéról a húzatot, és elvisszük kimosni. Egészen pontosan már el is vittük kimosni, és igen, most mosódik. Aztán megszárítjuk gyors, vissza is tudjuk tenni. Minden tiszta, és ez a nagy harci helyzet. Illetve... igen, ja, a matracról is lehúztam a húzatot. Ja, szóval, hogy káosz. A kedvencem. Ja, egyébként... Hogy lehet ilyen cuki? Fullon vagyunk. Mire mindent elpakolunk. De mindegy, nagyon tetszik, nagyon jó lesz. Intézzük még ma is a dolgokat, amiket így 15-én el lehet intézni. Utána holnap, ha minden jól megy, és nem húzza keresztbe senki a számításunkat, akkor megyünk nagy bevásárolni a csivel délelőtt. Nagyon néz ki. Sleeping for the shit, some be beaming body weaken, I'm just leaking when I'm hits, full of envy while they staring and they reeking cause they pissed, moving selfish we ain't sharing, can't be tweaking off no bitch, screaming beast that go dumb, I be retarded with the pics, lines punching on target with no shopping be a bitch, and she taken by the fit, making burning so I'm like the water, I need me some gala, I see me go IED, no Ivy League can't bother, sorry mama, I don't fit in honors, nagging me 100 times, this is still the product. Upszi! Nem volt eléggé a végén is a HPS. Vissza az egész! Csapó kettő! Engedj oda a nagy mancsoddal! So let's get this fucking money. Nose getting runny, sick of all them fools above me. It ain't funny, spend my pennies wise, clowning ain't gonna help me. You keep all that drama while I keep my mental healthy. Staying moving on my solo, fishing like the logo. Climbing the cliff like Frodo, hope the top suit like a Rolo. Only child, but I got my brothers tatted on me. They the ones who have it with me. When we see a bag, they the ones who grab it with me. I'ma go get what's mine, they be like way behind. Coming in hot, doing my job, you ain't gonna waste my life. On my business vibe, cutthroats not cutting ties. I feel the stellar life just better when you come to mind.